Az első negyedben fej-fej mellett haladt a két csapat, az első pihenőre egypontos hazai előnél vonultak le a játékosok. A második negyedben átvette a vezetést a sérült Busch Ivánt nélkülöző Nyíregyháza, 20 perc játék után 3 pont volt a cápák előnye. A folytatásban 9 ponttal elléptek a vendégek, de a VKG Prima SE elkezdte ledolgozni hátrányát, majd a vezetést is átvette a házigazda. Az utolsó percben visszavette a vezetést a Nyíregyháza, de két kimaradt vendégbüntető után az utolsó kosára hazaiaké volt, akik így két pontos győzelemnek örülhettek a meccs végén. Mindenképpen meglepő, főleg annak tükrében, hogy az egész találkozón mi vezettünk, és az utolsó néhány percet veszítettük el, ahol ráadásul megvoltak a lehetőségeink, hiszen büntetőket és kidolgozott dobóhelyzeteket kellett volna értékesíteni, ezt nem tettük meg. Már a szünetben fölhívtuk a játékosok figyelmét arra, hogy nem jó, ha ilyen szorosan és közel hagyjuk az ellenfelet magunkhoz, mert ez visszaüthet, és ez így is történt sajnos. A forduló további eredményei a következők: Nagykőrös Vasas Akadémia 83-71, Baja Mafc 97-83, Veszprém TF Budapest 83-77, Budafoks Salgótarján 63-74 és Meafc Miskolc PVSK 78-69. A tabella élén a Mafc áll 18 győzelemmel és 5 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Nyíregyházát. Az alapszakaszból még 3 forduló van hátra. Mondhatnám, hogy lehet egy ébresztő hatása egy ilyennek, de az esti edzésen megpróbálok valami mást is tenni azért, hogy fölébredjen a csapat. Nagyon örülnék neki, hogyha mindenki tudatosítaná önmagában, hogy mire készülünk, és hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ott tudjunk lenni, a céljainkat elérni. Tehát 3 mérkőzés van az alapszakaszból még, ezt mind a 3-at meg kell nyerni. El is fogom mondani a srácoknak, hogy igazából elégedett csak akkor leszek, hogyha mind a 3 találkozó megvan. A Hübnél Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb szombaton lép pályára, 16:30-as kezdéssel a Budafokot fogadják a kék cápák a Continental Arénában.